A Pétervárady csata emlékünnepségén képviseltette magát a magyar, az osztrák és a török nagykövetség, valamint az Ebesz misszió is. 1716-ban ezen a napon arattak döntő győzelmet a savoyai Jenő herceg vezette keresztények a nagy létszámfölényben lévő oszmán seregek felett. Az egész Európa történelmét befolyásoló jelentős diadal, amelynek köszönhetően a vajdaság mai területe végleg felszabadult a török hódoltság alól, éppen augusztus 5-én, Havas Boldogasszony napján történt. Itt arról szoktunk beszélni, hogy három nemzet fiai küzdöttek, a török, az osztrák és a magyar nemzet fiai. Én azonban azt gondolom, hogy itt ennél jóval többről van szó, hiszen mindkét seregben számos nemzet gyermekei, számos nemzet fiai küzdöttek, illetve estek el. Én azt gondolom, hogy ennek a mai megemlékezésnek, mint ahogyan itt a Péterváradi vezérett szemlékműnél minden augusztus 5-ének az az üzenete, hogy valamikor számos nép ellenséges viszonyban élt egymással, ma viszont mindenki azért jön ide, hogy kifejezze az elismerését, és kifejezze a tiszteletét a hősöknek, valamennyi olyan nemzet fiainak, akik Pétervárodnál küzdöttek, illetve estek el. A Szent György Lovagrend magyar tagozata már másodszor vett részt a megemlékezésen, de érkeztek lovagok Bécsből, Burgerlandból és Alsó Ausztriából is. Ez mindig egy alkalom arra, hogy visszatekintsünk a történelembe, hát egy és hát kettő, hogy tanuljunk belőle ezekből az eseményekből. Azért örülök, hogy itt vagyok, mert pont mostan a mai szituációnkban, az európai szituációban meg lehet látni azt, hogy azok az államok és azok az erők, akik felismerték azt, hogy tisztelni kell minden kultúrát, de minden kultúra tisztelje szintén a mi kultúránkat is, és ha nem tudjuk azt tényleg bizonyítani, vagy biztosítani, hogy ez a kultúra tisztelve lesz, akkor meg kell védenünk magunkat, hogy béke maradjon. A tekijai Havas Boldogasszony kegytemplomban rendezvénysorozat kezdődött tegnap este. Ezen az ismert búcsójáró helyen 301. alkalommal gyűltek össze a zarándokok. A szájhagyomány szerint 1716. augusztus 5-én havazott, ami pánikot keltett a 200 ezres török táborban, és ez a körülmény hozzájárult a keresztény seregek fényes győzelméhez.